Terhes lett egy férfi Amerikában, a transznemű Tristan nőnek született, de most férfiként éli mindennapjait. Hogy hogyan lehetséges ez a jelenség, arról dr. Balajti Tibor plasztikai sebészt és dr. Timmermann Gábor nőgyógyászt kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Tisztázzuk akkor először a két fogalmat. Mi az, hogy transzvesztita, és mi az, hogy transznemű vagy transzexuális? A transznemű alá tartozik mind a kettő, a transzexuális is és a transzvesztita is. Nagyon gyorsan és röviden, hogy ezt meg lehessen érteni, mert nagyon sokan nincsenek vele tisztában. A nemiséget, a nemet, azt öt tényező határozza meg. Az egyik a kromoszomális nem, hogy milyen kromoszomával születtünk. Férfiak, ugye XY, nők X0, hogy ennél komplikáltabb legyen, léteznek más kromoszomák is, amik nemek közti kromoszomát eredményeznek, X0, XXY. Ez a nemek közti állapot vagy interszexualitás. A második tényező, hogy milyen belső nemi szervei vannak az illetőnek, tehát hogy prosztata és here, vagy méh és petefészek. A harmadik tényező, hogy milyen külső nemi szervei vannak, tisztán női vagy férfi, hogy cifrább legyen a dolog mind a belső, mind a külső nemi szervek között, a tiszta férfi és a tiszta nő között fejlődési rendellenességként végtelen számú változat is lehetséges a magzati életben. Ezt hívjuk nemek közti állapotnak, interszexualitásnak, na ez a harmadik fogalom. A negyedik tényező az, hogy mi a szociális neme az illetőnek, azaz minek nevelték gyerekkorában, és az ötödik tényező az az, hogy mi a pszichés nem, minek érzi magát. Ha ez az öt tényező mind harmonikusan egyforma, tehát nő vagy férfi, akkor tisztán nő vagy tisztán férfi. Ez milyen bonyolult és ha a négy, az első négy, az harmonikus és egy, de az ötödik, hogy minek érzi magát, az más, ez a transzexualitás. Kimutatták, hogy a női és a férfi agy között az agytörzsi képletekben van különbség, anatómiai különbség. Most ez a férfi, illetve nem tudom, hogy akkor minek nevezem, ő melyik kategóriába sorolható? Ez ő nem transzexuális, ő egészen biztosan transzvesztita. A transzvesztita pedig az, aki nem érzi magát nőnek, sem férfinak, hanem a kettő szerep játékában, a kettősségben érzi jól magát, alul nő, fölül férfi, délelőtt nő, este férfi, és esetleg élhet homoszexuális kapcsolatban. Bocsánatot kérek, míg a transzexuális soha nem él homoszexuális kapcsolatban. Szóval, hogy ő akkor hagyományos úton fog szülni, ugye? Igen. Tehát valószínűleg neki nem volt műtétje, olyan átalakító műtétje, amit ugye sugal a cikk, viszont utána olvastunk a más cikkekben is látszott, hogy igazából csak férfi szerepben élt, tesztoszteron injekciókat kapott, amitől ugye szakálla lett és egy kicsit férfiasabb, mélyebb hangja lett, de neki átalakító műtétje nem volt. Éppen ezért lehetősége volt arra, hogy amikor úgy döntöttek, hogy gyermeket szeretne, akkor lombik programmal gyermeke lehetett. Itt lehet látni az egyik képen is, hogy még a melle is nőnek, tehát neki még a mell eltávolító műtétje sem volt meg, ami egyébként egy alapvető a nem átalakító műtéteknél. De ezek a hormonok például a magzatra nincsenek rossz hatással? Hát hosszú távon ezt nehéz lenne megmondani, mert azért ez elég ritka, hogy valaki így vállal, de tudomásom szerint legalábbis a cikkek alapján ő már fél évvel, sőt egy évvel ezelőtt már a tesztoszteron injekciókat már abba hagyta, és utána történt meg a lombik kezelése. Hosszú távról beszélünk, de hát feltételezem, hogy azért az orvostudománynak itt a 21. században eléggé fel kell ezekre az esetekre készülni, nem? Hát, hogy fel kell készülnünk, ezt nem tudom, mert azért ez még mindig ritkaságnak számít, hogy valaki ilyenre vállalkozik. Nagyon fontos, hogy a transzexualitás, aminek a kezelése műtéti kezelés, hiszen az agyat nem lehet átprogramozni, szemben ebben az esettel. Tehát a transzexualitás diagnózisát ehhez nagyon értő, nagyon képzett pszichiáter állítsa föl, és csak ezután jöhet minden nem változtató, bocsánat, a belső és a külső nemi szerveket megváltoztató műtét, míg a transzvesztita esetében műtét végzése abszolút tilos. És egyébként a műtét elvégzése, a teljes átalakító műtét elvégzése hány műtétet, vagy mennyi időt ölel fel? Férfi-nő esetben viszonylag kevés műtét, az azt jelenti, férfiből hogy... Férfiből nővé? Vagy nem igazi férfiből, és nem igazi nővé. A transzexuális férfi-nő paciensen női külső nemi szerveket létrehozni több műtét, hüvelyképzés,
kisajak, nagyajak képzés, mellnagyobbítás, ezek az alapműtétek. Prosztata eltávolítása általában nem szükséges, és ezek után jönnek a feminizációs, tehát a nőiesítő, arc és egyéb kiegészítő műtétek, mondjuk a pajzsporc kisebbítése, ajak nagyobbítás és egyéb arcplasztika. Ez az egyszerűbb irány. A nő-férfi irány az ennél sokkal több műtétből áll, sokkal szerényebb eredményekkel jár, és sok lépcső. Csak a hímvesző képzés lehet 5-6 műtét. Ez elképesztő egyébként, amiről beszélgetünk. Na, sokan fordulnak ezzel önhöz? Vagy gyakori? Kérem szépen. Elfogadom. Statisztikai adatok szerint 25 ezer és 40 ezer szülés közé tehető egy transzexuális ember születése. Magyarország kullog ebben az ügyben, mind finanszírozásban, mind szakmailag, de egyre több ilyen páciens van. Még egyszer a transzexuálisokról beszéltem, és nem a transzvesztitákról. És ezt azért tartom nagyon fontosnak különbséget tenni, mert a transzexuálisokat rengeteg társadalmi előítélet és egyéb sújtja, miközben az egyik legtragikusabb fejlődési rendellenességnek tartom. Doktor úr, abban az esetben, amikor ő majd már szül, utána ő visszatud, amennyiben szeretne alakulni olyan nővé, amilyennek egyébként ő megszületett annak idején? Elvileg igen, lehetne, tehát hogyha ez a szándék, akkor lehet. Hogy mi lesz a sorsuk, azt nagyon kíváncsi leszek én is, hogy ő nőként szeretné-e, anyaként szeretné-e fölnevelni a gyermekét, tehát vissza átalakul abba a szerepbe, ami hiszen anyává vált. Nehéz erről beszélni, mert annyira szokatlan. Tehát én is kíváncsi leszek, hogy mi lesz, hiszen eddig neveltek két gyermeket, és ebben a gyermeknevelési, ebben a két örökbe fogadott gyermek nevelése közben mind a ketten férfiként szerepeltek ebben a szerepben. Valóban szokatlan téma volt. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük.